Úgyhogy ő tényleg sok köcsög közt volt rendszeresen, és azóta is a köcsögök a társai. Előre bocsájtom, hogy én nem szeretem az alkoholt, teljesen abstinens vagyok, soha nem is ittam semmiféle szeszes italt. Ehhez képest mégis kötődök a seres, boros, viszkis hármashoz. Hát ugye az alvilágnak az egyik ura, a Serez Zoltán volt, akit Kisoroszibban lőttek le, még 1999. április 12-én. Azóta sincsenek meg a gyilkosai. A Zoli nekem testilelkű jó barátom volt. Éveken keresztül közösen csináltuk a Maccabi sportklubot, aztán együtt kezdtük el az utcai harcot, és a végén, mikor már ő azt szerette volna, hogy vonjunk be külföldieket is a mi vállalkozásunkba, ugye oroszok voltak akkor a nagyon erősek itt, az ukránok és az albánok, akkor én azt mondtam neki, hogy szó sem lehet róla. Mi úgy kezdtük el, hárman barátok, ugye a Növényi Norbi, a Serez Zoli és én ezt a kezdeményezést, és maradjunk is meg magunknak. De ő ragaszkodott a külföldiekhez, ezért elváltak útjaink, és sajnos a végén az lett, hogy azok az emberek, akik ugye mellette voltak, az oroszok, nem tudták megvédeni. Sokan azt mondják, hogy a Serez gyilkosság az is a Portik Tamáshoz köthető. Ennek az előzménye az volt, hogy a Zoli egy rendkívül erőszakos ember volt, egy nagyon kemény pali. Az éjszakában soha senki nem tudta legyűrni, mindenkit megvert, mindenkit leütött, de ez már kevés volt, mert ez a világ, az akkori világ, az már eldurvult, ott már fegyverek ropogtak, bombák robbantak. Ez már nem az volt, amikor azt mondtuk egymásnak, hogy van egy félreértésünk, konfliktusunk, gyere le a térre, aztán szólozzunk le. Szerintem ez volt a Zolinak is a problémája, vagy a hibája, hogy ő tisztán látta a világot, ő magához képest egy abszolút becsületes, tiszta szívű ember volt, és korrekt, tehát ő bárkivel, bármikor szemtől szembe kiállt volna. Erre az aljasságra nem számított, hogy éppen ment Kisorosziba, de ki ott voltak lovai, meg ott volt egy golfpálya, aminek az őrzését ő látta el, aztán én vettem át, és akkor ment ki a Bentley-vel, azzal a Bentley-vel, ami a Portik Tamásé volt, és amit a Portik Tamástól kajakra erőszakkal vett el, megelőzte egy motorkerékpár, két fiatalember ült a motorkerékpáron, s a hátsó ülésen ülő megfordult, és gépfegyverrel egy sorozatot adott le a Bentley-re, és az előlülő Zoli és a mellette ülő olasz üzletember szörnyet halt. És érdekes, hogy volt egy harmadik utasa is ennek az autónak, az a hátsó ülésen ült, és neki semmi baja nem lett, mert időben észrevette, lehajolt, és a golyók nem találták el. Még a Serez Zoliról egy sztorit elmesélnék nektek, hogy mi a Maccabi Ökölvívó Sportklubnak voltunk a vezetői. Én voltam az elnök, az Zoli volt az alelnök. És volt akkoriban egy ismert thai-boxos, aki állandóan üzengetett, akkor még nem volt ilyen internetes felület, de megkaptuk az üzenetet, hogy ő ki akarja hívni valamelyikünket bunyózni. És mondta Zoli, hogy hát ő kimegy, és a vérmezőn találkoztunk, és megtörtént a matek, és mind a két kezét eltörte a Zoli, mind a két keze be volt gipszelve. Aztán ennek a thai-boxosnak egy másik sporttársa meg engem hívott ki, és annak a bunyónak meg az volt az ára, hogy nekem a lábam tört el, meg az egyik bordám, és az volt ebben az egészben nevetséges, hogy mikor elmentünk a 1992-es Magyar Ökölvívó Bajnokság döntőjébe,
döntőjére, ahol a mi csapatunk lett a pontozás szerint a legjobb. A Serez Zoli ült elől, két kezével begipszelve, én mellette, nekem meg a lábban volt begipszelve, úgyhogy mondták nekünk, hogy nagy harcosok vagytok, srácok. Serez, ugye az Sörös, a Boros, pedig a Boros Tamás, az óriás Tomi. A Boros Tomi egy Debrecenből származó srác volt, először autótolvaj volt, aztán minden simlisségben benne volt, átverték az embereket, szélhámos volt, egy igazi profi szélhámos, próbált hozzánk is csapódni, néha mentünk is vele közösen, csak a baj az, hogy ő mindig valami nagy zűrt kavart. Annyit lehet azért tudni a Boros Tomiról, hogy ő beszállt ebbe az olajos bizniszbe is, és amikor a Szlávi Búcsút megölték, akkor ő vette át a Szlávi Búcsú érdekeltségeit, és a Balaton északi partján próbált uralkodni. Nem volt meg neki, nem volt hozzá meg az ereje, nem volt meg az igazi háttere, ezért a Serez Zolit kérte, hogy támogassa, és a Serez mögé állt. Egy darabig vitték ezt a Balaton északi partját, csak mivel a Boros Tomi az olajosokkal háborúba keveredett, ő azt mondta, hogy betett több százmillió forintot az olajbizniszbe, és átverték, nem akarták kifizetni, és ezért elkezdtek ellene szervezkedni. Az első merénylet a 7. kerületben, a Huszár utcában volt, egy étteremben éppen beszélgettem vele, egy ügyel kapcsolatban tárgyaltunk, és aztán elmentünk arról a helyről, és fél óra múlva robbant az étterem, úgyhogy én is szerencsés voltam, meg ő is, mert ha véletlenül tovább beszélünk, vagy jobban van beállítva ez a robbanó szerkezet, akkor már nem tudnám elmesélni nektek ezt a történetet. Aztán később megint volt egy merénylet ellene, mikor az Attila úton a Moszkva tér felé ment az autójával, utána ment egy autó, és a lehajtott ablaküvegen keresztül egy géppisztoly sorozatot adtak le rá. Ő a rendőröknek azt mondta, hogy K. Gábor lőtt rá. Azért nem mondom ki a nevét a Gabinak, mert ugye most is büntető eljárás alatt van. Most azzal vádolják őt, hogy a Portik Tamás gyerekkori barátját, a Gyüre Józsit ő ölte meg a Portik megbízásából, és most már másfél éve van letartóztatásban, sőt, most már vádat is emeltek ellene, azt nem tudom, hogy az ügyészség mit kér rá. De a lényeg az, hogy a Boros Tomi azt a merényletet is megúszta, és aztán volt az Aranykéz utcai robbantás, ami a magyar kriminalisztika történetében az egyik legsúlyosabb és legbrutálisabb bűncselekmény volt. Ugye most már tudjuk azt, hogy József Rohács, a szlovákiai maffia bérgyilkosa, a szlovák titkosszolgálatnak a embere hajtotta végre a robbantást, állítólag Portik Tamás megbízásából, és Portik Tamást ezért elítélték 13 évre. Azért csak 13 évre, mert a büntetőeljárás alatt nem volt bizonyítható, hogy Portik Tamás robbantást rendelt el. Ő azt mond, illetve ő nem mondott semmit, a rendőr nyomozók azt tudták bizonyítani, hogy csak megtörtént a megbízás, de a megbízásban nem szerepelt az, hogy ilyen súlyos bűncselekmény legyen belőle. Portik Tamás ugye tudjuk, hogy kapott 13 évet ezért, 15 évet kapott a prisztásgyilkosságért, jelenleg is folyik több büntetőeljárás ellene. Tehát a Boros Tominak a legnagyobb bűne és legnagyobb hibája az volt, hogy leült az ügyészekkel, és elmondott mindent a budapesti vagy a magyar szervezett alvilágról, és ott olyan személyeket említett meg, akik ezt nem tudták tolerálni,
és a végén a ilyen csúfos halálért. A Boros Tomival kapcsolatban ugye sok sztorit tudni kell mesélni, de az egyik, ami egyébként a számomra eléggé meghatározó vagy emlékezetes volt. Szombathelyen voltunk egy kaszinóban, és ott előtte fölléptek ilyen bodybuilder srácok, és egy nagy darab srác, aki ott aztán meg is nyerte, 145 kiló, 2 méter 5 cent és csupa izom volt, mondtam neki, hogy de fiú, nem akarsz nekem dolgozni? És akkor mondta a srác, hogy hát ő havi 20 ezer forintot keres, az neki elég, meg minden. Mondom neked, adok 50 ezer forintot. Ez azért 30 évvel ezelőtt volt, ez nagyon jó összeg volt, és akkor mondta, hogy oké, mit tudom én, mi, és akkor mondtuk egyből, hogy na jó, akkor mi is voltunk 80 vagy 10-en, mondtuk, hogy akkor gyere velünk, megyünk le Balatonra, most lesz a Flirt diszkónak a megnyitója. És engem a Flirt diszkónak a tulajdonosa, az osztrák tulajdonosa hívott le, és volt, aki vezette az üzletet, a Horvát Gyuri, és mondta, hogy menjünk le, mert hogy a diszkónak az őrzését azt nekünk akarja átadni, mert a jelenlegi porta az nem megfelelő. És aztán fölhívott engem útközben egy volt bunyós, akit megint csak nem akarok megnevezni, és kérdezte, hogy hova megyünk. Mondtam, hogy pont most megyünk Szombathelyről, Siófokra a Flirt megnyitójára. És mikor odaértünk, akkor láttam, hogy üres a porta, nagy a balhé, jön ki a Horváth Gyuri, az üzletvezető, és mondja, hogy szétverték a portát. És hát elment a porta, és stb. Stb. És akkor az gyanús volt, mert mindenki azt mondta, hogy ezt mi csináltuk, mert hogy mi akartuk átvenni a portának a irányítását. Közben ugye az a bunyós csinálta, akivel én telefonon beszélgettem, egy nagyon okos srác, és jó szervező, és egy olyan balhét csinált, amit egyébként rögtön rám is lehetett húzni, azért is, mert ugye vittem magammal a Boros Tomit, és tárgyaltunk a Klausszal, ezzel az osztrák üzletvezetővel, és mikor valami nem tetszett a Borosnak, akkor egy olyan csárdást lenyomott a Klausznak, hogy majdnem leszakadt a feje. Hát erre nem volt ő fölhatalmazva, és ez marhapipa is voltam, de ez megtörtént, és ezt így összekombinálták utólag, hogy mi biztos szétvertük a portát, megfélemlítettük a tulajdonost, és így akarjuk átvenni a Flirtnek a vezetését, holott mondtam, hogy az üzletvezető hívott. Egyébként ezután következett egy nagy találkozó a Seresféle brigáddal, de az majd egy másik történet lesz. Három alkohol, a seres, sörös, boros, viszkis, közül a viszkis maradt a harmadik helyen. Az a három fiú között a különbség, hogy a kettő már nem él, akiről beszéltünk, vagy beszéltem, viszont Ambrus Attila szerencsére él. Hosszú börtönbüntetés után 16 évet ült börtönben, ott az ő bűncselekményei azok voltak, sorozott bankrablást végzett, és minden bankrablás előtt megívott egy-két stampedli viszkit, abból merített erőt és bátorságot, ezért a viszkis ragadványnév maradt rajta. És amikor elfogták, előzetes letartóztatásba került a Gyorskocsi utcába, a Gyorskocsi utcából is megszökött, állati bevállalós és brahis fiú volt. Lement a Gyorskocsi utcából, a lepedőket összekötötte, és az egyik nyomozónak az irodának az ablakán keresztül leereszkedett, eltávozott, aztán hetekig, hónapokig nem találták, és aztán letartóztatták, mert valaki besukta, hogy hol rejtőzködik, és ezt követően 16 évet ült a börtönbe. Viszont a börtönben tanult, főiskolát végzett, és kerámia művész lett, keramikus, úgyhogy ő tényleg sok köcsök közt volt rendszeresen,
és azóta is a köcsögök a társai, mert hogy jár ilyen szabad vásárokba, piacokra, és értékesíti a saját munkáját, és jól meg is fizetik. Hát azt lehet tudni az Attiláról, hogy filmet készítettek róla, ő is kiadott könyvet, mint ahogy én. Az ő könyvét tőlem nem lehet megvenni, viszont az én könyvemet tőlem megvásárolhatjátok. És még egy érdekes sztori, hogy találkoztam vele körülbelül egy évvel ezelőtt, többször találkoztunk, de egy évvel ezelőtt találkoztam egy kínai vagy táj étteremben, és két meglehetősen erős testalkatú barátommal voltam ott, két méter és jó izmos, tehát jó kiállású srácok voltak, csak akkor köszöntünk, egy pár szót váltottunk, és érdekes, hogy mikor eljöttem az étteremből, rá egy órára szombathelyi börtönből telefonált egy fogvatartott, és mondta nekem, hogy képzeld el, Péter, most mondta az Attila, mert hogy ők kapcsolatban vannak, természetesen ez ilyen illegális kapcsolat, mert ugye a börtönből nem lehet csak úgy telefonálgatni, és mondta nekem, hogy képzeld, de most mondta az Attila, hogy két baromi jó nővel voltál. Hát kimerett a szemem, hát mondom, Attilának vagy rossz a szeme, vagy az ízlése ugye a munkából kifolyólag, hogy állandóan köcsögöket gyárt, és talán így asszociált arra, hogy ezek a fiúk, lányok. És meg is kérdeztem ugye ezt a két destört, hogy ti egyébként csajok vagytok? Elmondtam a sztorit, és nevettek rajta. Szóval ennyit tudok mondani a három piáról. Ugye még egyszer seres, boros, viszkis. Ha akartok újabb történeteket, osszátok és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!